Semmelweis nap alkalmából tartott ünnepséget a PTE klinikai központja, melyen elismerő oklevelek és kitüntetések átadására is sor került. Akiket ma kitüntetünk, mindannyian példaképek. Olyan emberek, akiknek a munkáját, elkötelezettségét, kitartását mindannyian követhetjük, ezt ismerjük el az átadott díjakkal. Munkája elismeréseként miniszteri elismerő oklevelet vehetett át Bukovics Gyuláné, a klinikai központ traumatológiai és késsebészeti klinika volt dolgozója, valamint a Pécsi Hasadék munkacsoport nevében dr. Vástyán Attila. Propáciente díjat kaptak dr. Bódisné professzor dr. Zámbó Katalin, professzor dr. Szirják László és professzor dr. Komoly Sámuel egyetemi tanárok. Tóth Marianna, a sebészeti klinika ápolás szakmai igazgató helyettese, Árpádházi Szent Erzsébet emlékérem kitüntetésben részesült. 1992 óta az ország különböző részén ünneplik a Semmelweis napot, és ilyenkor az egészségügy napján, ez a magyar egészségügynek a legnagyobb ünnepe, az egészségben dolgozók igen széles körben kerülnek országosan kitüntetésre. Ezt a Pécsi Tudományi Egyetem Klinika Központjában idén először hagyományteremtő jelleggel ünnepeljük meg mi is, és munkatársainkat, dolgozóinkat, akik az év minden napján, télen, nyáron, hidegben, melegben, nyári szünetben, munkaidőben, éjszaka állandóan gyakorlatilag állnak rendelkezésre, próbáljuk hálánkat kifejezni, azt az elhivatottságot, azt az odaadást, amit az év minden napján kifejtenek, próbáljuk meghálálni, köszönetünket kifejezni. Ez az a sorozat gyakorlatilag, amit most első jelleggel mi elindítottunk, és bízunk benne a jövőben tradicionális jelleggel egyre nagyobb lehetőségekkel tudjuk megszervezni. Az ünnepségen elnöki dicséretek átadására is sor került, majd a PTE hangjának tehetségei szórakoztatták a jelenlévőket.